Teljesen új formával, dekorhű berendezéssel találkozhat az, aki ellátogat a Naszályi Malom Együttes területén kialakított kovácsmesterházba. A régi építészeti formával megmentett épületnek számos eredeti alkotóelemét sikerült restaurálni, az épület belső terei pedig megidézik a régmúlt hangulatát. Kovácsmesterház, tehát az utolsó naszályi kovácsnak volt ez az épülete. Itt volt a kovács műhely, a nyári konyha, de hát a legnagyobb csoda, hogy meg tudtuk menteni a kovácsmesterházat, ami hát több mint 150 éves múltra tekint vissza. Hát olyan népi építészeti elemeket hordoz és tartalmaz, hogy a Kisalföld Dunamente népi építészeti csodáját őrzi formavilágával. Kárpát-medence szerte ismert elrendezésével a háromosztatú ház, ami az egyik legjobb élhető forma volt, a tiszta szoba, a konyha, a kamra és a lakószoba, és az udvar felőli oldalon pedig végig tornác található, ami egy remek kiegészítője az élettérnek. A kovácsmesterház és a kovácsműhely felújított, korszerűsített területe a közeljövőben kiváló lehetőséget kínál a településen megrendezésre kerülő multidéző, hagyományőrző események megtartására. Maga a felújított belső tér a régi butorokból visszavarázsolt hangulat, az kiegészítője lesz a malom szállásrendszerének, viszont az udvar alkalmas kovács mesterséghez, vagy egyáltalán a mesterségekhez kötődő térnek a funkciójára, és az idén egy nagyobb szabású népi mesterségek bemutató helye készülődik.